Puch Petrit sokáig rendőrgyilkos faluként ismerték. 68 évvel ezelőtt a község lakói iskolájuk államosítása ellen tiltakoztak, amikor a kivezényelt rendőrök közül egyikük puskája elsült és halálosan megsebesítette magát. A balesetet gyilkosságnak minősítették, bűnösként pedig a jegyzőt, Királyfalvi Miklóst és a plébánost, Asztalos Jánost vádolták meg 1948-ban. Akkor így jelentették be a hírt. Megszűkolták Takács Gábor rendőr hallgatóit. A gyújtókat, aki a véreket előkészítette, megszökött. Halmakatalban találtak rá. A gyilkos bűntársai még a távbeszélő drótot is elvágták. A megvádoltakat kivételes gyorsasággal koncepciós perben ítélték el, Királyfalvit kivégezték, Asztalost életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A Rákosi Mátyás vezette rezsim célja az volt, hogy megtörje a magyar katolikus egyház társadalmi befolyását. Az áldozatok emlékére ma ünnepséget rendeztek a településen. Itt elhangzott, előreláthatóan a miniszterelnökség Nemzeti Emlékhelye és Kegyeleti Bizottsága hamarosan történelmi emlékhelyé nyilvánítja a tragikus események helyszínét, az Irinyi kúriát. Itt jelenleg a polgármesteri hivatal működik. Külön napirendben határozott a Nemzeti Emlékbizottság ez ügyel kapcsolatban is javasolja a kúriának ezt emlékhelyen nyilvánítani. Évente egyszer döntenek ebben az ügyben, és bízunk benne, hogy ez sikeres lesz számunkra ez a döntés. A Puch Petri per utolsó vádlottja Som István volt, aki a faluban tanított. 15 évet ült börtönben. Som István ez év áprilisában hunyt el, a nyíregyházi északi temetőben helyezték örök nyugalomra. A fővárosi bíróság 1993-ban felmentette, és ezzel hivatalosan is lezárult a Puch Petri ügy. A koncepciós per újra tárgyalását Helmeci László ügyvéd kezdeményezte, ami a rendszerváltás előtt óriási kockázatot jelentett. Amikor én ezt elvállaltam meg, amikor az első felmentő ítélet megszületett, akkor még nem tudtuk azt, hogy mikor lesz rendszerváltás, és ha lesz, akkor milyen körülmények között átadják-e a hatalmat a korábbi hatalmon lévők békésen, vagy nem úgy. Úgyhogy nem, amikor egy ilyen ügyet elvállal az ember, nem mérlegeli az, hogy mi a kockázat. Ártatlanul elítélt, halálítélt embereknek, a családjuknak kellett segíteni. Helmeci László Som István özvegyével és fiával koszorúzta meg az Irinyi kúria falán elhelyezett emléktáblát. A rendezvényen Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke is koszorúzott. Emlékeznünk kell ezekre a dolgokra és ezekre a sajnálatos eseményekre is, hiszen itt Puch Petribe is egy végletekig romlott rendszernek a lenyomatát láthatjuk, és az, hogy bármit meg lehetett tenni egy emberrel, bármit meg lehetett tenni egy közösséggel, egy tényleg egy elképesztő eszmének a védelme érdekében. A településen pályázati forrásból felújították a teleház egy részét és bővítették is. Itt alakították ki az úgynevezett büszkeségpontot. Itt tekinthető meg a Puch Petri ügy kiállítási anyaga.